A Bolyai Társaságnál 2006-ban létrehozott egyetemi műhely kiadó a Tudományos Kutatás Országos Tanácsa általi 4 éves akkreditációt nyert a B kategóriában a filozófia, filozófia történet, episztemológia, logika, tudomány, filozófia, etika és bioetika szakterületen. Hogy ez mit is jelent, hát erről beszélgetünk dr. Veres Károly egyetemi tanárral, a kiadó felelős igazgatójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Most mi célból jött létre 2006-ban ez a kiadó? Tehát az egyetemi műhely kiadót 2006-ban az én kezdeményezésemre hozta létre a Bolyai Társaságnak az akkori vezetősége, vezető tanácsának a döntése alapján. Indítottuk el ezt a kiadási tevékenységet. Hát elsősorban ugye hiánypótló céllal vagy jelleggel lehetőséget akartunk teremteni arra, hogy magyar nyelven is sorozatosan meg lehessen jelentetni tudományos jellegű kiadványokat, elsősorban egyetemi tankönyveket, jegyzeteket, konferenciaköteteket, illetve olyan kutatási projekteknek a közös tanulmányköteteit, amelyekben az egyetemi oktatók érdekeltek. És első pillanattól kezdve nyilván az a cél vezérelt, hogy amint eleget tudunk tenni az akkreditációs feltételeknek, akkreditáltassuk is ezt a kiadót, mivel mind az egyetemi előlépésben, mind pedig a tudományos kutatásban ennek fontos szerepe van. Most tudom, hogy több sorozat került ki. Melyek ezek a sorozatok? Igen, tehát a megalapításától kezdve a kiadónak 2 sorozatban gondolkoztunk első lépésként. Ugye egyetemi jegyzetek címmel indult egy sorozat, főleg egyetemi tankönyveket, jegyzeteket, szakkönyveket jelentett meg, olyanokat, amelyek a felsőoktatásban hasznosíthatók. A másik pedig egyetemi füzetek címen, főleg konferenciaköteteket, illetve kutatási projekteknek a köteteit, vagy pedig egyes szerzők egyéni tanulmányaiból összeállított tanulmányköteteket jelentetett meg. Tehát ezt a 2 sorozatot futtattuk ez idáig, és most tervezzük egy 3. sorozatnak a beindítását is, amely kimondottan doktori disszertációk megjelentetését fogja lehetővé tenni, mivel tudjuk azt, hogy az egyetemi előlépési folyamatban az oktatók esetében, mint a tudományos kutatási projektekhez megpályázott támogatások esetében a publikációs listákon külön tételként szerepel a megjelentetett, publikált doktori disszertáció. A beszélgetésünk elejéhez, hogy én úgy vezettem ezt föl, hogy B kategóriás minősítés, most azon kívül, hogy lehet egy A is, valahogy járjuk körbe, hogy mit jelent ez nyilván. Igen. Az akadémiai rendszer. Igen, szerint. Tehát ez a kategorizálás, a Tudományos Kutatás Országos Tanácsa által érvényesített kategóriarendszer ugye különböző szinteket határoz meg. Nyilván az A kategória az a legmagasabb fokozatot jelenti, de hát olyanból itt országos szinten kevés van. Tudtam, hogy most ebben az értékelési folyamatban csak a Humanitas kiadó nyerte ezt el. A B kategória az a következő, amely egy elég erős pozíciót jelent tudományos szempontból, hisz ezt a kategóriát mind az egyetemi előlépési folyamatban, tehát a magasabb állások, docensi, meg professzori állásoknak a megpályázás esetében, mind pedig az országos a kutatási projekteknek az országos versenyében ezt figyelembe veszik a publikációs listákon, ez jelentős pontszámot eredményez abban az esetben, hogyha valaki igazolni tudja, hogy egy ilyen B-kategóriás kiadónak igen, jelenthetett meg tudományos szakmunkát. Most lehet, hogy egy picit így elvonnak tűnik annak az embernek a számára, aki nem jártas feltétlenül az akadémiai rasztárban, de hát arról is tudni kell, hogy nagyon kemény harcok vannak.
többnyire pályázatok esetén, vagy bizonyos állások betöltésének, vagy megpályázásának az esetén. Hát ilyen szempontból valóban ez egy óriási lehetőséget jelent a helyi szakmai közegnek, és hát nem utolsó sorban nagyon fontos szakmai fórumot is, hiszen ezek a publikációk, feltételezem, hogy eljutnak olyan helyekre, mint különböző könyvtárak. Azt tudom, hogy nem forgalmazzák, de hol lehet ezeket elérni? Hát ezeket a publikációkat el lehet írni egyrészt a romániai, magyar nyelvű könyveket is tartalmazó szakkönyveket, tudományos kiadványokat is tartalmazó könyvtáraknak majdnem mindenikében, és magyarországi akadémiai meg egyetemi könyvtárakban úgy szintén. Tehát a kolozsvári könyvtárakhoz egyetemi könyvtár, akadémiai könyvtár és más kisebb hatókörű könyvtárak eljuttattuk, ugyanúgy a különböző fontosabb megyei könyvtárakhoz, illetve még a nagyobb elméleti liceumok könyvtáraiban is megtalálhatók ezeknek a kiadványoknak példányai. Magyarországon pedig akadémiai könyvtárba, Széchenyi könyvtárba, Szabó Ervin könyvtárba, illetve a fontosabb egyetemi központok Szeged, Miskolc, Pécs, Veszprém, Debrecen könyvtáraiban úgy szintén megtalálhatók. Persze ezen kívül a szerzőknek is a segítségével, illetve más terjesztési hálózatokon keresztül is igyekszünk eljuttatni az egyetemi hallgatókhoz, akik főleg a tankönyvek és jegyzetek esetében ez nagyon fontos, hisz ezekből tanulnak. Ami pedig a konferencia és tanulmányköteteket illeti, hát ott nyilván részt vesznek maguk a szerzők is a terjesztésébe, hisz azok, akik publikáltak ezekben a kötetekben, ha kapnak egy bizonyos szám szerzői példányt, akkor annak az adományozása a legjobb terjesztési módja ennek, hisz úgy biztosan ahhoz olyan szakmai körben terjednek ezek, akik számára ezek szükségesek, ezek a kiadványok. Persze, hát ezek, erről is tudni kell, hogy kis létszámban kiadott publikációk, de hát ez vele járója valahogy a specializált szakmaiságnak. Nyilván, hogy a legtöbb publikációt egyébként korábbi műsorunkban szó volt erről, bemutattunk jó néhányat, ezt feltételezem, hogy online is el lehet érni, hogy melyiket hol találja meg az érdeklődő. Igen, tehát az, hogy hol találja meg, annak viszonylag könnyen utána lehet most már nézni, kezdve a Bolyai Társaság honlapjától az összes nagyobb könyvtáraknak a katalógus rendszeréig, amelyek szintén online is elérhetőek, és akkor kiderül rövid időn belül, hogy ezek a publikációk mindenhol, ahol fontos, megtalálhatók. Utolsó kérdés, ez mindig az, hogy hogyan sikerül ezeket kiadni, milyen keretből tudnak dolgozni, hogyan finanszírozzák a kiadást? Igen, tehát ez idáig elsősorban pályázatok alapján nyertük el ezt az szükséges költségeket. A Bolyai Társaságnak a nagyobb pályázataiban mindig belefoglaltuk a könyvkiadási szükségleteket is, annak alapján, ahogyan az egyes szerzők jelentkeztek, és hát mikor, hogyan sikerült ugye pályázni, illetve pályázati támogatást elnyerni. Volt, amikor nagyobb összeget is tudtunk a nyomdai költségeken és a más szerkesztési kiadási költségen kívül, ezeknek a fedezésén kívül tiszteletdíjat is fizetni. Van, amikor pedig nem tudtunk csak kimondottan ezeket a kiadási költségeket fedezni. Most ettől arrafelé, amennyiben ugye akkreditáltá válik a kiadó, tulajdonképpen a szerzők maguk is érdekeltek lesznek, érdekeltekké válnak abban, hogy ennél a kiadónál publikálják a szakmunkáikat, és még az sem kizárt, vagy is elképzelhető, hogy ők maguk is egyénileg is hozzájáruljanak a kiadási költségeknek a fedezéséhez, legalábbis részben, amennyiben nem sikerül elégséges pénzt előteremteni pályázati úton. Tehát kúrens szakmai kutatásokról van szó, ajánljuk figyelmükbe, talán majd alkalom lesz arra is, hogy tematikailag jobban megközelítsük egyik-másik ilyen publikációt. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy befáradt. Nagyon szívesen.